A mikrofonnál Király Tamás. Mai vendégünk pedig Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, rövidítve ISZOM elnöke. Itt van a stúdióban, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, és én is köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit. Azt szokták mondani, hogy ön a Szanyi kapitány. Hogy lett ön Szanyi kapitány? Igen, köszönöm. Ez egy izgalmas kérdés. Van köze a mai párthoz. De azért azt gyorsan hadd mondjam, hogy én a pártnak az alelnöke vagyok, az elnökünk Huszti Andrea. Egy régi motoros már, csak mondjuk úgy nem annyira szeret szelepkedni. Többek között a Bajnai Gordon féle együttet még ő alapította. Ott is ott volt, meg főképpen ő alakított egy nagyon hegyke jó kis egészségügyi szakszervezetet, az a mai napig is működik, tehát ő egy ilyen szakszervezeti vonalon jött be. És mondjuk annyiban az elnök benne van a titulusom, hogy alelnök vagyok, de hát van egy másik alelnökünk is, Kálai Szilvia személyében, és hát Székes Sándor is az elnökségünk tagja, illetve Tóth Péter, akkor csak úgy most teljes legyen a stáblista. No, de Szanyi kapitány, hát a pártunk egyik alapítója, lehet, hogy ez a név sokaknak mond valamit, Kalvár Szilárd. Ő egy baloldali mozgalmár, amúgy szociális munkás civilben. Egy baloldali mozgalmár volt mindig is, az Egyesült Baloldalnak még volt talán az elnöke is, többféle formációt, mozgalmat, egyesületet vitt, futtatott, csinált, és hát ennek az ISZOM, tehát az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalomnak a kialakításakor is ő egyik legaktívabb emberünk volt. Nos, ez 2010, és Kalmár Szilárd volt az akkori országgyűlési kampányomnak az egyik ilyen főhaja, kendje, nagyon erős oszlopa, és hát hogyan, hogy nem, én nem tudom miért, iszonyú nyomás alatt voltunk abban a választókörzetben, tehát minden oldalról rommá lőttek minket, a baráti tűz is volt, az SZDSZ, a LMP, a Fidesz, mindenki minket, vagy pontosabban engem lőtt, és akkor valahogy egyik éjszaka eléje került egy régi háborús film, egy japán háborús film, ahol, és ennek a képi anyagába tette bele az újlipótvárosi csatát. És ott volt egy parancsnok, aki állandóan magyarázta, hogy erre lőni. Itt Szanyi kapitány. De nagyon vicces volt az egész történet, a mai napig is rajta van az interneten. És megláttam, én is éjszakot dolgoztam, és küldte nekem, hogy na, mit csináltam, mondom, Jézusom, mondom, Szilárd, ezt azonnal vegyük le. Mondja, hogy most már értelmetlen, mondom, miért, az ő több ezres nézettsége van, mondom, hát akkor hagyjuk. Na, így történt, aztán ez az akkori, hát én mai napig mondom, hogy 2010-ben ez a bizonyos újlipótvárosi csata, ez a magyar választás történelem egyik legszebb küzdelme volt, és szerencsére és hál' Istennek megnyertük. Úgyhogy büszkék vagyunk rá, nagyon büszkék vagyunk rá, és akkor egy borzasztó fiatal csipet csapat volt a kampánystávon, szerintem a legöregebb az a Szilárd lehetett a maga 26 évével, vagy valami ilyesmi. Tehát végtelenül büszke vagyok arra, hogy azok a srácok, azok a fiatal gyerekek olyan odaadással csinálták végig az egészet, és tele volt dilivel, hát persze, hát így lettem Szanyi kapitány. Mennyire kell ehhez bevállalósnak lenni, mert ön azért korábban is mondott mindig olyan kijelentéseket, amit lehet, hogy egy ilyen klasszikus, szocialista, unalmas politikus nem biztos, hogy bemert volna vállalni. Ez tudatos volt, hogy bátrabban beszél, meg sokszor olyat is mond, amiből botrány lesz, meg etikai vizsgálat, meg egyebek? Hát ez egy érdekes ügy, mert tulajdonképpen én, amikor belefogtam a politikába, én 42 éves voltam, amikor egyáltalán politikába belekezdtem. Jóval a rendszerváltás után lépett be az MSZP-be, és 98 én 42 éves koromig, hát nem azt mondom, újságolvasóként figyeltem a politikát, de úgy nem volt semmilyen aktivitásom. És társadalmi aktivitásom volt, de nem politikai, különösképpen nem pártpolitikai. És gyakorlatilag akkor tájt, amikor belefogtam ebbe, hogy na hát akkor esetleg mégis, akkor nekem volt egy hallatlan jó tanácsadom, Polgár Viktor, muszáj említenem a nevét. Akkor ő az MSZP-nek még talán kampányfőnöke is volt, és nekem adott kb. 2-3 mondat olyan tanácsot, ami a mai napig számomra iránytű. Mik voltak ezek?
És ez a tanácsa, ez az volt egész konkrétan, Tibor, tök mindegy, mit csinálsz, tök mindegy, mit mondasz. Mindig légy önmagad. Magyarul, akkor ön tényleg ilyen? Én ilyen vagyok, aztán, hogyha ez nem konform a politikával, az pech. Mert sokan szoktak ezen gondolkodni, hogy egy politikus azért mond olyat, hogy felfigyeljen a média rá, mert a média inger küszöbét nagyon nehéz áttörni, vagy tényleg önazonos, és akkor még kellemes is a helyzet? Vissza kell fognom nagyon sokszor magamat. Tehát igen? A párton belül is, amikor úgy mondom, hogy gyerekek, nekem most az jutott eszembe, ki nem mond, le ne írd. Tehát megy állandóan a visszafogottság, de nem esik nehezemre, mert tényleg azért vannak azok a pontok, amikor baráti társaságban elmegy, de mondjuk a nyilvánosság felé, én magam is azért. Hogy érzi, mi volt a legdurvább politikai akciója vagy kijelentése, ami már azért úgy határeset, és nem biztos, hogy újra bevállal le? Abban volt is egy per. Az idejét azt igazából nem tudom, de ez valamikor, az biztos, hogy 2010 után volt, 11-12 környéke lehetett, amikor az országgyűlésben én felszólaltam, és tőlem balra ült a Jobbik, és az egész felszólalásom alatt, amúgy azt tudnia kell a hallgatóknak is, hogy persze, ha én most ettől a mikrofontól eltávolodnék az ajtóig, már nem biztos, hogy hallanának. A parlamenti mikrofonok úgy vannak megcsinálva, hogy gyakorlatilag csak a beszélő hallatszik, hogyha már ketten, hárman mellette beszólnak, az már nem hallatszik, pedig zajlik ám ott az élet. Néha a jegyzőkönyv megörökíti. Nem volt hosszú, után két perces volt a felszólalásom, de ebbe belefért egy tucatnyi büdös zsidó, cigány, rohadék, dögölj meg. Ezeket ugye Jobbik felől úgy jött az ív. És én ugye megtanultam az országgyűlésben, hogy én hiába válaszolok a mikrofonba, a hallgató, a néző nem fogja tudni, hogy mire válaszolok, hiszen ő nem hallott az egészből semmit. Ezért gondoltam, hogy hát, hogy a hallgató számára nyitva maradt az, hogy vagy titokban maradt az, hogy mi zajlik itt a háttérben, akkor én nonverbális eszközökkel fogok erre válaszolni, és hát, hogyha itt van kamera, akkor egy ilyet bemutattam. És ezt ott döntött el abban a pillanatban? Másodpercben. És ezt utólag már nem csinálná meg? De. Tehát a akkor belefér a Jobbiknak. Mert ugye mégiscsak a parlament az a nemzet temploma, meg van annak a háznak egyfajta méltósága, de hogy ez válaszként... Na azért állja meg a menet. Tehát én kicsit érzékeny vagyok, ráadásul itt vagyunk az Újlipótvárosban, ez talán nem titok. A választókerületben. Ez az én korábbi választókerületem, és azért itt az országnak ezen a fertáján azért nem nagyon éri meg zsidózni. Itt még az utcán is fejbe vágják az illetőt, hogyha valaki nagyon rákezdene. Erre én ezer egy oknál fogva nagyon érzékeny vagyok az egész dologra, és bármilyen furcsa, de a Magyar Országházában, a Magyarországgyűlés épületében fogadták el a múlt század első felében azokat a förtelmes zsidó törvényeket. Tehát az a háznak a méltósága azért nekem nem annyira szent, mint amennyire ezt úgy általában a dagályos mondatok beállítják. Most ebben a házban, x év demokrácia után azt hallgatni, hogy rohadt cigány, büdös zsidó, ez nekem azért sok volt. És én azt gondolom, hogy ezzel szemben bármilyen eszköz megengedhető, amúgy egyébként valóban... És miért lett ebből per? Hát azért lett per, mert Kövér László meg akart engem büntetni. Ki is szabta rám a büntetést, én persze úgy azt mondtam, hogy inkább vigyenek börtönbe, de én be nem fizetem semmilyen körülmények között. Így aztán elmentem egészen Strasbourgig, és a strasbourgi emberi jogi bíróság mondta ki, hogy hát nem egy szépségdíjas nonverbális cselekedet, de belefér a szólásszabadságba, így aztán nem engem, hanem Kövér Lászlót büntette meg az Európai Bíróság, hát egészségére. No, iszom, Huszti Andrea, aki ugye akkor az elnökük, amikor megalakult a mozgalom, akkor mondta, hogy még az is felmerült névként az iszom helyett, hogy Ballik a Jobbiknak az alternatívájaként. És ugyanezen a sajtótájékoztatón azt is mondták, hogy lehet, hogy elindulnak az előválasztáson, akár mind a 106 egyéni körzetben, ami azért lett volna érdekes, mert akkor a Jobbikkal hát valami fajta ilyen szövetségi rendszerben kellett volna indulni, hiszen az előválasztáson ott mégiscsak az összefogásról szólt ez az egész. Miért nem indultak végül? Egyébként biztos, hogy nem. Tehát jól lehet, azt az elején még nem tudtuk, hogy biztos, hogy nem, de utólag is azt mondom, hogy biztos, hogy nem kerültünk volna semmi olyan formációba bele, ahol a Jobbik is ott van. Az egyik az az, hogy mi igazából azt indítványoztuk, hogy üljünk le és beszéljük meg,
egyáltalán, hogy hogyan fog működni az előválasztás. Akartuk információt, akartunk tudni, meg hát voltak bizonyos dolgaink, amit mi is szerettünk volna a tárgyaló partnerekkel tudatni. Például azt, hogy arról szó nem lehet, hogy mi a Jobbikkal bármit. Tehát mondjuk ez egy olyan alapfeltétel lett volna. De létre se jöttek ezek a tárgyalások, és mi eredendően azt gondoltuk, hogy ez az előválasztás, ez nem egy ilyen személyi szépségverseny lesz. Meg az lett? Nagy mértékben igen, de alapvetően inkább az határozta meg, hogy melyik pártnak milyen szervezeti ereje, konkrétan hány százmillió forintja van. De Márki Zaj Péter azért rácáfolt, akinek nem volt több százmillió forintja, meg szervezet. Meg most is volt? Van. Szét van tömve pénzzel, hát ne vicceljünk már. Hát ti azt lehetett hallani, hogy Bige László talán 5 millió forintot adott neki. Jó, persze, oké, hát ez a partizán mesék, jó. Tehát maradjunk annyiban, hogy ki van tömve pénzzel, úgy, mint a Déli busz, tehát iszonyatosan. De ezt mire alapozza? Hát nézze, egy pártnál nem azt kell nézni, hogy ki mit nyilatkozik a pénzről, hanem az, hogy mit és mennyit költ. A költéseit nézve irgalmatlan sok pénze van. Kész, pont. Hát ezt ki lehet számolni. Hát de ugye, mert azt látjuk, hogy Karácsony Gergely azért jóval többet költött Facebook kommunikációra. Hát csak azt kiszámolták, például. A Márki Zajt nem számolták ki. Én satra mondom, hogy szerintem Márki Zaj biztos, hogy több százmillió forintot elköltött. Akkor ezek szerint, ön szerint Márki Zaj Péter nem mond igazat a kampány költéseivel kapcsolatban? Hiszen ő azt mondja, hogy ez egy alacsony költségvetésű kampány volt. Bármelyik kampányra mondom, hogy alacsony költségvetés. Jó? Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy egy amerikai elnök választás 17 milliárd dollár, akkor mondjuk egy 1 millió dollár, egy 300 millió forint, az egy low budget. Tehát most értem én tudom nagyon jó, hogy hogyan lehet szépíteni a szavakat, csak éppen az a konkrét helyzet, hogy azt a szervezetet működtetni, amit ő működtet, azt a sok-sok embert fizetni, az odatartozó logisztikai költségek, az odatartozó, csak a YouTube-on, hát valami irgalmatlan pénzeket elköltött, meg a Facebookon talán kevés. De akkor nem hisz abban, hogy ez egy alulról szerveződő mozgalmi dolog volt? Van ilyen vetülete is, én ezt nem vitatom, de gyakorlatilag én, aki egyrészt voltam már kormánypártban, MSZP, a legtetején, amikor a legerősebb volt, láttam akkor is, és voltam a pártak alelnöke is, tehát maradjunk annyiban, hogy erős fogalmaim vannak arról, hogy miből áll egy kampány, miből áll egy pártfinanszírozás. Azaz, hogyha én ránézek, mint tudom én, csak a napi sajtóra, elmegyek Ugandába, ránézek az ugandai napi sajtóra, és megalapítom, hogy a X párt körülbelül mennyit költ. Ez egy külön szakma. No, tehát... Mi is volt a kérdés? Alapvetően ugye arról kezdtünk el beszélgetni, hogy miért nem indultak végül az előválasztáson. Mi azt mondtuk, hogy azt gondoltuk, hogy olyan kampány, vagy olyan előválasztást kell rendezni, ahol programok versenye van. Azaz a tehetős pártok, a kevésbé tehetős pártok összedobnak egy közös kasszát, mindenkinek ugyanannyi a műsorideje, mindenkinek ugyanannyi a reklámereje, mindenki, hát vannak, léteznek ezek a technikák. Azt akartuk, hát mi a templom egerének a pártjai vagyunk, hát egy büdös vasunk nincs, nem is volt. Annyi van, amennyit így össze-össze rakosgatunk így a tagság környékéről. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem tudunk versenyezni azokkal a pártokkal, akik ilyen milliárdos tételekhez vannak szokva. Hát most, oké, egy 100 millió forintos Facebook kampányal, hogy a fenébe versenyezzek én a 0 forintos kampányommal? Hát ez abszolút nem. Hát mondd valami durvát, és akkor ingyen megírják. De igen, persze, csak akkor szétverjük az egészet. Hát nekünk van egy programunk. Mi egy baloldali párt vagyunk. Ez a Kádár János terv. Ez a Kádár János terv, az a választási programunk, de a politikai programunk neve igen, szocializmus. Ezek nem mondtunk valami nagyot egyáltalán, nem mindegyiket halál tudatosan, jól átgondoltan tettük, és biztosak vagyunk egyébként abban, hogy ez azért 5%-nál akár többre is jogosíthat minket, hiszen azért Magyarországon a lakosság egyharmada, így vagyunk, de baloldali kötődésű. Ez számtalan kimutatás évek óta, tehát ez nem egy új keletű történet. Mi ebből a bő egyharmados, hanem 40%-os baloldali rétegből szeretnénk a magunk 5%-át kiszolgálni. Ez a cél? Tehát a parlament bejutás önálló? Jelenleg ez a cél. Tehát na de ott tartozunk, hogy miért nem indultak végül közösen? Vagy mert az meg se indultak a tárgyalások. De nem azért, mert hát azért ön mégiscsak elég csúnya körülmények között távozott az MSZP-ből, és akkor az MSZP azt mondta, hogy hát tetszettek volna bennmaradni.
Bocsánat, én nem csúnya körülmények között távoztam az MSZP-ből, egyszerűen ott hagytam őket, mint... Hát az MSZP oldaláról nézve lehet, hogy csúnya, nem? Vagy csak nem is szóltam nekik, hogy ott hagyom őket, hanem tettem egy bejelentést, hogy megalakítottuk ezt az önpártot. Ezt meg előtt azért már többször kritizálta, hogy az MSZP-ben zajló folyamatokat, tehát azért nem egy ilyen békés elválás. Én 21 évig voltam az MSZP-nek a tagja, ez alatt az idő alatt én kaptam sorozat fegyelmit, megrovást, ez nem új keletű dolog volt. Tehát én gyakorlatilag én 2009-ben mondtam először azt, hogy állj, ez így biztos, hogy nem mehet tovább. Ez így nem baloldal, ez így egy kacsvasz, és akkor megírtam a Balra Magyar című dolgozatomat. És ez a Balra Magyar egyébként a legnagyobb gyönyörűségemre és örömömre az ISZOM programjában is gyönyörűen vissza ő köszön. Ön szerint miért, ezt nagyon sokan elmondják, Szili Katalin ült itt néhány héttel ezelőtt, ő is ugyanezt mondta, hogy az MSZP ma már nem egy baloldali párt, de mikor datálja az, hogy az MSZP elfordult balról, és van-e olyan konkrét személy, aki ezért az MSZP-n belül felelős? Abszolút. Én gyakorlatilag számomra, és akkor már tudottam, tehát abban a pillanatban érzékeltem, hogy ebből baj lesz, ez 2004, amikor Gyurcsány Ferenc lett a miniszterelnök, én akkor úgy szóltam, tehát amikor első primár volt, egy kollégám hozta írt, hogy na hát akkor itt a Gyurcsány Feri lesz a miniszterelnök, és akkor ránéztem, és mondtam, te Andriska, ha ez a blöff bejön, akkor az MSZP-nek vége. De Gyurcsány Ferenc nem baloldali? Egyáltalán nem. Ő mi? Liberális vagy? Én egyszer mondtam róla, mert ezt találtam a legszebb definíciónak, egy unatkozó milliárdos. Van még rajta kívül sok, Ungár Péter, Gattyán György, hát ezek mind milliárdosok itt a mai ellenzéki térfélen. Biga László esete más, de ő nem unatkozik most annyira büntető eljárások miatt. Nem, mert ő, na mindegy, az egy másik kategória. Van egy olyan angol vicc egyébként, vagy ilyen találós kérdés, hogy mit csinál egy milliárdos, hogyha a szalonya közepén tart egy lekváros kenyeret, vagy bármilyen ételt, és véletlenül kiejti a kezéből a perzsaszőnyeg közepére. Vesz egy másik házat. Tehát a milliárdosoknak a szemlélete az valami egészen más, mint azoké, akik ből ők milliárdosok lettek, magyarul a dolgozó népből. És ezt nem lehet összekeverni. Tehát ő egy milliárdos, ha szétesik, se tud baloldali lenni, mert a baloldal egyik abszolút axiómája az egyenlőség. Létében nem lehet baloldali egy milliárdos. Hát könyörgöm, tehát ez nonsense. Tehát oké, vannak olyan milliárdosok, akik elmozdulnak egy kicsit balra, mondjuk Elon Musk, aki azt mondja, hogy na jó, akkor kezdi el szétszórni a vagyonát, Soros György, Bill Gates, akik úgy akár a vagyonuk felétől megszabadulnak, meg minden, mert érzik ők is, hogy ez nem, ettől még ők nem válnak baloldalivá. Tehát tulajdonképpen most, hogy azt nézzük, hogy kik versengenek ezen a mai magyar pályán, ez jobb és baloldal, liberális oldalról, ez egyaránt milliárdosok versenye. Hát én nekem egyszer volt egy állatérdekes, a kalandon Brüsszelben voltunk, és akkor a Szocialista Internacionálnak volt egy ilyen értekezlete, és Magyarországot két párt képviselte, Kapolyi László, Gyurcsány Ferenc. És rájuk néztem kávézás közben, és mondtam, te Laci, te Feri, azért valahol ez frivol, nem, hogy két milliárdos képviseli a magyar baloldalt itt Brüsszelben. És mit szóltak? Hát majdnem megvertek. Bár nem, mondjuk, nem bírták az ilyen fricskákat? Hát nem szeretik. Mondjuk önnek Gyurcsány Ferenccel milyen volt a viszony, illetve most van bármilyen viszonyuk? Nagyon-nagyon apró pici felíveléseket leszámítva, ez egy több évtizedes kölcsönös nem szeretés. De ez így miben nyilván? Mi már akkor nem szeretjük egymást, amikor még a Gyurcsány Feri a közelébe se volt a politikának. De így éreztették egymással, hogy én vagyok a szocialista, aki a kis emberek közül jövök, és Feri, te vagy a milliárdos, mit akarsz egyáltalán itt, és miért nem mész el milliárdosnak? Így is. És akkor erre a Gyurcsány mit mond, hogy nekem jogom van? A kommunikációk nem csak direkt formája van, hogy szemtől szembe, hanem ott is volt új mutogatás? Vagy frakciógyűlések, meg ez, meg az. Tehát én
azért 2004 és 2009 között, hát egy, majdnem azt mondom, hogy ez egy örökös műsorszám volt a szocialista frakcióban, hogy, hogy időnként elveszítettem, nem csak nem voltam egyedül. Voltak még ott páran, négyen, öten lehetünk, akik szó szerint időnként annyira kiborultunk, hogy üvöltöttünk a miniszterelnökkel. Mármint a, és ezt hogy bírta? Mert azért a Gyurcsány Ferenc amennyire... Nem nagyon érdekelte ez a dolog, mert ő azt mondta, és ebben neki teljesen igaza volt, hogy oké, itt van egy 200, hát annyi nem, de tudom én, 150 fős frakció, 10 hőbörögnek, hőbörögjenek, ha nekem a többség rám szavaz, akkor azok annyit hőbörögnek, amennyit akar. Az ominózus összödi frakció ülésen üvöltöttek? Nem, ott utána igen, ez utána volt augusztus végén. Egy frakciógyűlés, amikor összött következményeiként ugye a magyar kormány akkor beküldte a úgynevezett konvergencia programot Brüsszelbe, akkor volt ez a gázáremelés, tehát ez önkormányzatok szétverése, szóval amit el lehet képzelni, minden. Na akkor, akkor én teljesen kibuktam, és akkor tényleg torkom szakadtából mondtam a frakcióülésen, hogy ez így nem baloldal, ez így egy neoliberális kurzus, vagy változtasson ez a társaság nevet, vagy csináljon, szóval össze-vissza mindenfélet mondtam tiltakozásként. Ennyi, tehát, de hát én azt fölfogtam, hogy a politikában ez egy csata. Annak mi az oka, hogy tulajdonképpen nem sikerült megakadályozni azt, hogy, hogy ez a balról valahova tolódás megvalósuljon? Az MSZP többsége akkor Gyurcsány Ferenccel tartott, vagy ennyire erős volt a Gyurcsány tengely, hogy nem is volt értelme széllel szembe menni? Én nem akarom másra kenni ezeket a dolgokat, de az a házasság, ami volt az SZDSZ-szel, az mérgezte meg tulajdonképpen a baloldalt. Tehát ma, amikor mennek ezek a forradalmi romantikák, hogy majd a hét törpe, vagy hét párt egy MZP nevű hófehérkével az élen majd fog kormányozni, hát én azt mondom, hogy jó pár évet lehúztam úgy, hogy az SZDSZ-szel volt az MSZP koalícióba. Tű. Az volt a legnehezebb része a koalíció? Hát, a koalíciós kormányzásnál nincs nehezebb a földön. Az az ominózus. Nem véletlen egyébként, hogy Bajnai, ő vállalta kisebbségi kormányt vezetett, ő nem is vállalta föl, hogy koalícióban legyen, mert... És az az egy év, az talán könnyebb is volt az országnak. Hát ebből a szempontból, igen. Eszembe jutott egy ilyen ominózus videó 2006 áprilisából, Horn Gyulával ülnek egy lakossági fórumon, ahol azt mondja Horn Gyula, hogy egyedül vagyunk, Tibor, nincsenek szövetségeseink. Az jól leképezi azért azt, ami akkor abban a koalíciós mozgásban. 2006-ban volt, így van, és gyakorlatilag a Horn Gyulának az a mondat a mai napig igaz. A baloldalnak nincsenek szövetségesei. Baloldal alatt egyetlen, amit értünk, vagy kit értünk? Nagyon egyszerű ezt megmondani. Kapitalizmus kritika nélkül nincs baloldal. Az egy külön kérdés, hogy most teljességgel elutasítom, részben elutasítom, de az, hogy kritika nélkül venni a kapitalizmus működését, ez bizonyos értelemben egy vörös vonal, aki erről nem beszél, az nem lehet baloldali. Mert most a baloldal arról beszél, hogy egy kicsit a Fideszhez hasonló, a jóságos multiknak köszönhetően vannak munkahelyek, ennek köszönhetően dolgozhatnak az állampolgárok. Hát ez egy baromság. Százféleképpen tudom cáfolni, de nem szeretném most a műsoridőt ilyen ideológiai történetekkel terhelni. Én annyit akartam csak világosra tenni, hogy kapitalizmus kritika nélkül nincs baloldal, az fogalmilag kizárt. Kettő, szolidaritási meghatározottság nélkül sincs baloldal. Tehát mindenképpen kapitalizmus kritikus, mindenképpen egyenlőségpárt és mindenképpen szolidaritás bázisú. A mi politikáink, a Kádár János terv, az igen szociális programunk erre a három tételre épül. Az összes többi ellenzéki pártnál nemhogy ezt a hármat együtt nem fogja kimutatni, ön se és más se, egyet se. Egyet sem. Mondjuk megnéztem a Kádár János tervet, amiben ugye azt mondják, hogy valami fajta alapjövedelmet kéne biztosítani a minimálbér, a létminimum nem, szintjéhez. Nem alapjövedelem. Nagyon, ez az alapjövedelem az, ami mindenkinek jár. Ugye erről beszél a Párbeszéd. Az mindenkinek jár és feltétel nélkül. Az a milliárdosnak is jár, a árvagyereknek is jár, mindenkinek. Mi ezt teljes mértékig azt mondjuk, hogy a létminimumot,
azt köteles a társadalom biztosítani minden tagja számára. Magyarul, ha valakinek nincs létminimumot elérő jövedelme, akkor azt a társadalom pótolja neki ki. Konkrétan... De akkor önök nem alapjövedelemről beszélnek, hanem inkább egyfajta segélyezési rendszerről, aznak esetében, akinek nincs. Mi a szociális minimum jövedelemnek hívjuk. De ez nem segély? Nem. Hát a segély az, hogyha valakinek nincs pénze, akkor azért adunk neki, hogy el tudja tartani alapszinten magát. Nem, én ezt azért így cáfolnám, mert hogyha ezt a társadalmi szolidaritás dimenziójában nézzük, akkor ez már nem segély. Ilyen értelemben, hogyha most segélyezni akarjuk a viszonyokat, ma úgy értem, hogy lesegélyezni, akkor a családi pótlék, amit szinte mindenki fölvesz, az is segély, miközben az a társadalmi szolidaritásból fakadó hozzájárulás. Tehát azért ezt nem mondjuk, hogy segély, annál is inkább, mert a szegény emberek úgy keletkeznek, hogy előtte valaki elvette a pénzüket. Tehát azért az, hogy visszakapnak ebből valamit, és az a kapitalizmus... De olyan nincs, hogy egy szegény ember azért lesz szegény, mert elveszti, vagy eltékozolja a pénzt. Egy millióból kettő. De ezt mire alapozza? Hát arra alapozom, hogy tulajdonképpen, ha normális szolidaritás bázisú viszonyok lennének, akkor ezek az elhajlások, ez egy marginális. Én egy vidéki lakótelepen nőttem fel, ott azért rendszeresen láttam annak az idején már a kapitalizmus azt, hogy emberek elhordták a játékgépek be a vagyonokat, meg a családnak a jövedelmét. Ez a kapitalizmus következménye. Amikor azt mondja, hogy annyira kevés, hogy ezzel semennyire nem lehet. Ez a Kádár rendszerben nem volt ugyanúgy, meg akkor meg elitták, meg egyébek. Itt hoznám be azt a kérdést, amit bizonyára már sokan feltettek, hogy biztos, hogy szerencsése a Kádár János terv. Ugye írják ennek a tervnek a preambulumában az, hogy a hatalom átmenetnél valóban vannak viták Kádár János személye körül, de hogy az közel sem annyira durva, mint más hatalmak esetében, vagy akár a NER-nek a mostani rendszerén. Na de hát azért itt mégiscsak Kádár Jánosnak a kezdetén több százezer embert bebörtönöztek, koncepciós perek, kivégzések, hogy biztos, hogy szerencsés Kádár Jánosról tervet elnevezni? Ad még egy további óra műsoridőt? Hogyne. Ez nem vízből kérdeztem. Nem vízből kérdeztem, mert ez az a megközelítés, amit a leghatározottabban vissza szoktunk utasítani. Elmondom, hogy miért. Ne a mai fogalmakkal operáljunk. Gyakorlatilag egészen a rendszerváltozásig Magyarországon és a világon mindenütt létezett a halálbüntetés. Amerikában egyébként még numerus clausus is volt, egyébként 1948-ig, tehát nagyon-nagyon tarka-barka a világ. Na de mire akarok utalni? 10 évvel a második világháború után egy szétvert emberi erőforrásait tekintve, anyagi erőforrásait tekintve, kinulázott, kisemizett, kirabolt, elpusztított nép, innen elvittek félmillió zsidó honfitársunkat, másik félmillió a háborúba pusztult el, vérzett ez mindenhonnan, ez az egész. És akkor volt tulajdonképpen egy fölkelés, amely fölkelést egyébként a világ politikai nagy erők verték le. Bocsánat, az amerikaiak asszisztáltak ehhez az egész történethez. Hát legalábbis elfordították a fejüket. Hát nem elég? Hát nyilván megállapodás volt. És tulajdonképpen egy, most nem akarom minősíteni a Szovjetuniót, meg az akkori geopolitikai viszonyokat, elképzelhetetlen volt az, hogy Magyarország kiugrik abból a rendszerből, és ezt katonai erővel is biztosították. Most ehhez képest, amikor az szovjetek, a kínaiak tomboltak, hogy mit tudom én, hány tízezer halálos ítéletet kell hozni, ehhez képest a rendszer 400-at engedett, tehát úgyhogy önnek egy nagyon tekintés része, egyébként köztörvényes bűnöző volt, sima köztörvényes. Tehát csak aki börtönből szabadult október 23-án, aztán utána visszakerült, mert mit tudom én, milyen pogromokat rendezett. Valóban voltak politikai alapon, és egyébként nem is a kivégzések voltak tulajdonképpen a legnagyobb retorziós erő, hanem nagyon sok egzisztenciát roppantott, meg nem kaptak munkát, és a többi, és a többi. Ezt úgy mondjuk, hogy... De akkor ezeket járulékos veszteségnek tartják? Én abszolút járulékos veszteségnek tartom, és ezért szoktam példának mondani, hogyha valaki egy kicsit a részletesebb történelmi könyveket is meg... Megünnepeljük minden év augusztus 20-án Szent István napját, és azt hiszük, hogy 1000-ben, amikor ő megkapta a koronát, akkor létrehozta a magyar államot, és ezt... Ott is volt azért felnégyelés, és egyébként... Maradjunk annyiban, hogy a saját családjának a felét kiirtotta,
Maradjunk annyiban, hogy nem 1000-ben, hanem 1032-ben vált gyakorlatilag teljesé a magyar királyság. Na de miért is? Mert eredendően az a korona, ami 1000-ben Szent István király fejére került, az csak a Árpád háziak birtokára vonatkozott. 32 évvel telt, még kinyírta az összes létező 7-6 törzsfőnököt. És kamaradék 6 évben tudott. A magyarság egy negyedét kipusztította, amúgy egyébként idegen zsoldosokkal, idegen ideológia bázisán. Tehát, hogyha most ebbe a metszetbe tesszük bele Kádár Jánost, akkor azt mondja, fasorba sincs Szent Istvánhoz képest. És Szent Istvánra mi nagy uralkodóra emlékszünk. És még folytathatnánk, Mátyás király igazságos. Hát nála nagyobb adószerű nem volt, és csak nem fizetett adót, én ezeket értem, de nem lehetett volna akkor mondjuk nem egy embert választani program név. Mi azt mondjuk, hogy közeli, tehát olyan szimbólumot látunk ebben a Kádár Jánosban, akivel kapcsolatban az embereknek van személyes tapasztalata, tehát nem ilyen történelmi könyv, hogy most micsoda, János Zsigmond. Menjen ki az útra, kérdezzen, ki volt János Zsigmond, 100-ból 100 nem fogja tudni. Most nem negatív példának mondom, csak uralkodónk volt, és mégis semmit nem tudunk róla. Én azt mondom, hogy a kádári konszolidációt követően, tehát ez 58-tól induló folyamatban, Magyarország történelmében egyedülálló módon soha korábban nem volt tömeges szociális felemelkedés. Voltak jó pillanatok, tömeges szociális felemelkedés nem volt. Azért nehéz most nekem 1000 év alatt. Ebben kész kérdezni, mert ugye én 90-ben születtem, de hogy én azért a szüleim beszámolójából azt hallom, hogy ez egy illúzióvilág volt, és pontosan a rendszerváltás után lévő privatizáció és egyéb mutatta meg a rendszernek a törékenységét, és azt, hogy itt mindent államilag toldozgattak, foltozgattak, de valójában nem volt alapja a gazdasági felemelkedésnek, a viszonylagos jólétnek, a 360-as kenyérnek. De volt, azért 2 millió lakást fölépítettek. 1960 és 1990 közötti 30 esztendőben 2 millió lakás épült Magyarországon. A viskók, a kunyhók és a putri helyett, fürdőszobával, folyóvízzel, árammal, korábban ilyen nem volt. Hát én még gyerekkoromban egyik nagyszülőmnek az lakásába se volt víz úgy, hogy az egyik nagyszülőm az egy város, belvárosban lakott Győrben, és nem volt csapvíz, hanem le kellett menni az udvarba, a másik nagyszüleim pedig kis kútból merték, és nem csak ők, mindenki. Na most az, hogy áram, vezetékes víz, fűtés, iskola, járda, lakás, és a többi, ez a szövetkezeteknek volt köszönhető, de ha azt mondom, hogy 60 és 90 között 2 millió lakás épült, akkor most mondom a másik számot. 90 és 2020 között 400 000. Ezek bérlakások? Nem, vagy minden, lakások? Alles zusammen. Könyörgöm, hát 1,5 millió lakás nem épült meg. Ilyen. Ezért van az a lakásinség Magyarországon, mint ami van. Ezért vannak a lakásárak az egekben. Hogyha mondjuk az ISZOM döntés helyzetbe kerülne, akkor hogyan oldanának meg egy lakásépítési programot? Állami bérlakásépítés. Ez egy szakszó, amit fogok mondani, szociális szempontokat is figyelembe vevő állami bérlakásépítés. Állami, nem önkormányzati, és a szociális szempontokat is figyelembe vevő. Tehát nem csak a legszegényebb réteg. Így. Egyébként pont itt a 13. kerületben van egy hasonló, és általában nagyon is tisztelt bérlakás program, ami azt jelenti, hogy őrületesen jó minőségű, extra modern lakásokat épít az önkormányzat, és mindenki lépik egyet alapon, az a feltétele, hogy egy korábbi valamit le kell adjon az ember, most mindegy, hogy milyen minőségűt, viszont azt meg valaki más fogja tudni igénybe venni. Na de Bocsát, ide egy gondolatot hadd szúrjak be, hogy van Ceglédi Csaba, aki ugye most jelenleg DK-s politikus, ő Szombathely kapcsán beszél ugyanúgy a bérlakás programról, és egyúttal viszont azt is mondja, hogy azért a magyar társadalomnak a lelkében van az, hogy szeretne saját
tulajdonú ingatlant, valami, ami a sajátja, amit nem vehetnek el tőle. És itt van a nagy kérdés, hogy biztos, hogy ezt bérlakás, tehát ami nem tulajdon, hanem az állami, tehát hogy bérlakási rendszerben kell megoldani, vagy a családtámogatásokat kéne még inkább úgy erősíteni, hogy az emberek saját magántulajdonú otthonhoz jusson. Magyarországon 92%-os a magántulajdonban lakóknak az aránya, az európai átlag olyan 65 környék. De más a lélektan, nem? Persze. Csak akartam mondani, Németországban 50% sem. Nagyon szétszór ez az egész történet. Történelmi okai vannak, hogy Magyarországon miért így alakult. Pontosan azért, mert a Kádár időkben épült lakásokat fittingekért meg lehetett venni, és pontosan ez az élmény tartósan megmaradt az emberekbe, hogy tulajdonképpen a lakás az egy olyan dolog, ami megszerezhető, még annak dacára, hogy hát igen, mindenkinek van, csak nekem nincs. Na de kérdezem tisztelettel, egy állami bérlakásprogram, aminek mondom, vannak szociális elemei is, amikor mondjuk azt lehet mondani, hogy tessék, kisfiam, te akkor most Szegeden vagy egyetemista, egy garzont ki tudsz bérelni, kapsz tőlünk 50% lakbérkedvezményt, és már is 70 000 forintot fizetne egy bérlakásért, ahol ő akár egyedül is van, mintsem most 150-200 000 forintokat egy albérletért. Tehát azért borzasztó sok minden benne van ebben a dologban. Továbbra is azt mondom, aki saját lakást akar és meg tudja oldani, hajrá, tegye. Gratulálunk, puszíjuk, örülünk, viszontlátásra. Na de itt azért csak van több százezer olyan fiatal, akinek az elkövetkezendő 20-30 éves perspektívájában nincs benne a saját lakás. Most az 20 évestől 50 éves koráig ő vergődjön egyik albérletből a másikba? Vagy hogyan? Tehát, hát most ez zajlik azért. Hát most ez van. Hát most pontosan ez a... A Kádár időkben épült 2 millió lakás is kevés volt. Hát most képzelje, hogy most mennyire kevés. Tehát ő egyértelműen állami bérlakásépítés tömeges, ami elképzelésünk szerint egyébként alsó hangon és évente 50 000 állami bérlakást kéne építeni, hogy egyáltalán hogy ne romoljon a helyzet. E fölött már nyilván javítanunk is a helyzeten. Ez van a Kádár János terv, és sok minden van még a Kádár János tervben. De a lényeg akkor is az, hogy mi a szociális válságot akarjuk leküzdeni. Most egyébként állat érdekes, hogy egészen tegnapig én egyetlen egy úgynevezett, ez a neve sincs koalíció, mert mégis nincs neve, ennek a neve sincs ellenzéki koalíciónak egy mondata nem volt arról, hogy itt tulajdonképpen dúlfúl egy szociális válság. Egy szava nem volt. Egy szava nem volt eddig még a kapitalizmus működése. Számomra olyan üdítően hatott, hogy az egyik momentumos politikusnak a száján jött ki az, hogy szociális válságban. Nem vagyok benne biztos, hogy ő tudta, hogy miről beszél, csak lehet, hogy csak egy jó szófordulatot akart mondani. De az, amikor ennek az országnak az bő egyharmada baloldali, amikor ebben az országban egy szociális válság van, akkor tulajdonképpen miből gondoljuk azt, hogy nekünk ne lenne versenyhelyzetünk a polgári pártokkal szembe? Akárhonnan is jönnek. És egyébként nagyon, pont ez az, mondom, egy ilyen elszólás volt egy polgári liberális párt egyik vezetőjétől, de ugye éppen beszélgettünk a vezetőségen belül az Iszonban, hogy most itt van ez a Gattyány jelenség. Na, erről amúgy is akartam kérdezni, hiszen lehet, hogy még jön egy harmadik erő, vagy egy negyedik ön mellett. Hát mi azért ezt elég alaposan átrágtuk, hogy vajon mi minden lehet. Nem állítom, hogy mi ezt nagyon jól tudnánk, de elsődlegesen ez a Momentumnak a szavazóbázisát üti meg. Igen? Hát persze, ez a modernizáció, a Momentum az új generáció vagyunk, innováció, modernizáció, tehát ezek a feelingek vannak körülötte, és hát ebbe robbant bele ez a... Na most én nagyon nagyra becsülöm egyébként Gattyán Györgyöt, ő konkrétan szinte az egyetlen, aki nem a NER-ből gazdagodott meg, hanem a NER ellenére. Hát ez más kérdés. Hogy miből az ugye... Hát ugye azért mégiscsak pornómilliárdos, tehát azért... Kizsákmányolt hölgyekből gazdagodott így meg. Így is lehet mondani, tehát azért csak milliárdos, no, de nem NER milliárdos, jó? Tehát ez egy icipici disztinkció. Lényeg az, hogy... Bocsát, Gyurcsány Ferencet mondjuk szintén ilyen kvázi NER milliárdosnak tart? Abszolút, persze. És
tulajdonképpen először nagyon derültünk, hogy na, akkor egy újabb milliárdos benevezett, a sok eddigi milliárd, ugye, mert a Fidesz oldalán ott van a, most föl nem sorolom, Mészáros, Garancsi, Nagy György, hosszasan lehetne mondani, Csányi, Hernádi, ezek mind ott ugye milliárdosok, ott zsongan a kormány körül, de hát a neve sincs koalíciónak is megvannak a saját maga milliárdosai, most Gyurcsány, Ungár Péter, Bolyár Gábor, Bajor Gábor, Biga László, és hát most Gattyán György. Leisztinger Tamás. Leisztinger Tamás. Tehát magyarul... De akkor Gattyán Györgyöt ide sorolja az ellenzéki maximálisan is, nekünk az az érzésünk, hogy üzletemberként én nem hiszem, hogy pusztán az unatkozó milliárdos logikájával szállt be ebbe a ringbe. Bár ez is egy opció, ez kétségtelen. De nincs vesztenivalója. De hát azért van, mert például rengeteg pénzt el tud pattintani eredmény nélkül. Tehát azért ez benne van a pakliban, hogy rengeteg pénzt ráfordít nulla eredménnyel, meg az is, hogy észszerűen használja fel, és van eredmény. Sok minden lehet még ebből a dologból. De egy dolog biztos, hogy az, hogy egyelőre megjelenik egy mondjuk negyedik ilyen látható párt a palettán, mert ugye van a NER, van a Neve Sincs Koalíció, és akkor utána van az ISZOM, a Kutyapárt, a Mi Hazánk, és most akkor ez a Gattyánféle mozgalom, ami úgy, van még ezen felül több párt is félrejelenség. De az, hogy négy olyan erő van, akik joggal mondják azt, hogy vagy ambicionálhatják, hogy az 5%-os küszöböt megugorják, ez már 20%, ha ezeket összeadom. Ami azt jelenti, hogy ez a csata messze menőleg nem arról szól, hogy NER kontra Neve Sincs Koalíció. Itt azért még bőven vannak egyéb erők. Ez egy kicsit olyan, mintha a NER úgy is győzne megint, és akkor ott a többiek meg elkezdenek versenyezni a második, harmadik és befutó helyekért. Mi attól tartunk, hogy ez így van. Mi attól tartunk, hogy ez így van, mi attól tartunk, hogy egy őrületes nagy hazugság, amit az embereknek itt próbálnak beadni. Ezzel azt mondja, hogy az ellenzéki összefogás nem is akar nyerni? Én azt gondolom. Igen? Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Ha akarna nyerni, akkor lenne mondani valója. De nem lehet, hogy csak ön érzi úgy, hogy nincs mondani valójuk, és valójában meg kimérik, hogy mit akarnak hallani az emberek, és azt azért szép lassan Márki-Zay Péterék. Tudom, hogy illetlenség visszakérdezni a műsorvezetőtől, de most mi az ő mond, miben mondanak például, mást? Hogy nem Orbán, meg hogy ennyi. Le kell rombolni a diktatúrát. Oké, csak a lakosság fele nem úgy érzi, hogy diktatúrában van. Ez a lakosság egyik fele. A másik fele, az még nem úgy gondolja. A lakosság egyik fele, gondolom, a szociális válságot sem érzi. Ez így van. De mi nem is azt mondjuk, hogy hatalomra akarunk kerülni, mi azt mondjuk, hogy meg akarjuk jeleníteni a magyar baloldal érdekeit a magyar országgyűlésben, ez pedig az 5%-os belépési küszöb. Hogy a fölött mennyi. Meg lehet ezt csinálni. Ugye van több kisebb párt, a Volner párttól kezdve le az adók 75%-áig párt, és hogy kérdezve őket, mindenki azt mondja, hogy akár még esély is van. Jelenleg a Kétfarkú Kutya pártot mérik így a küszöbre, attól függ, hogy ki hova méri őket, de hogy a Kétfarkú Kutya pártnak meg azért nagyobb az infrastruktúrája pénzügyileg, és szóval, hogy érzi, át lehet lépni a magyar társadalom inger küszöbét, és meg el lehet vinni 5%-nyi embert szavazni az ISZOM részéről? Mi azon dolgozunk, hogy mindenkivel megértessük, hogy ha valaki baloldali értékrendű ember, és őszintén akarja az ország javát a saját értékrendje szerint gazdagítani, és a baloldalra akar szavazni, akkor jelen pillanatban csak az ISZOM-ra tud szavazni. Érdekes, itt volt, most egy gondolat csak, hogy itt volt Türmer Gyula, a munkáspárt elnöke pár héttel ezelőtt, és nagyjából azért hasonló dolgokat mondott el. A Fidesz-szel egy kicsit megengedőbb volt érdekes módon, de hogy abszolút nincsenek koalíciós partnerek, akikkel lehetne együttműködni ezen a politikai paletten? Mindenképpen van a mi spektrumban három olyan baloldali párt, akiket mi baloldalinak tekintünk. Egyike ilyen a Türmer-féle munkáspárt, a másik a Vajnai Attila-féle európai baloldal, vagy magyarországi munkáspárt 2006, a harmadik pedig a szociáldemokraták. Ők megvannak? Megvannak. A szociáldemokraták úgy döntöttek, hogy ők beágyazódnak a MZP-féle Neve Nincs Koalícióba.
A kémiát sajnáltuk, hát így döntöttek, így döntöttek. De akár előfordulhat, hogy önök összefognak, akár a választókerületi szinten, akár listán, bár ha lista, akkor meg már nem 500. Azt én szeretném hangsúlyozni, hogy mind a munkáspárttal, tehát mind a, akkor így, mind Türmerékkel, mind Vajnaiékkal van együttműködésünk. Méghozzá eléggé elmélyült együttműködésünk van, ez főképpen politikai együttműködés. Ezért beszélgetnek a programokról? Rengeteget. Vannak különbségek is egyébként a megközelítésekben, de nem a különbségekre építünk, hanem az, hogy a baloldali gondolatok minél nagyobb egységét szeretnénk megteremteni. Hogy ez technikailag a választások szempontjából mit jelent, ez ügyben én most még nagyon korainak tartok bármit is mondani, A-tól Z-ig sok minden lehet, de teljesen mindegy, hogy milyen formációban indulunk a választásokon, az biztos, hogy ezekkel a pártokkal nekünk valódi politikai gondolatcserénk, együttműködésünk van. A 106 körzetben tudnának amúgy önállóan is jelöltet állítani? Ma még nem. 63-64 környékén tart a jelöltjeinknek a száma. Akkor már csak nagyon kevés kell ahhoz, hogy országos listát állítani. Igen, mi bízunk benne, hogy ez meg is lesz, hiszen ezek már a mondjuk így a bejelentett, vagy megjelent, vagy vállalt jelöltek, de hát csőben még van azért bőven. Nálunk az, hogy valaki jelölté váljon, az nem olyan, hogy rámutatunk, hanem kölcsönösen megbeszéljük, hogy ami a jelöltséggel jár, azt tudja elvállalni, nincs-e az a kockázat, hogy ezért azért visszalép, most ez lehet egészségügyi kockázat, családi kockázat. De hogyha valaki ott van, akkor csinálja, menjen is. Úgy van nekünk 63, hogy na ez van. És van. És ők kik? Régi MSZP-sek? Vagy ők már az iszomhoz? Abszolút. Ezek mind munkás emberek. Uh-huh. Mind munkás emberek, és pont ezért ez egy nehézség nekik, hogy munka mellett kampányolni azért az hogyan van, az nagyon nehéz. Tehát ezek és mi mozgatja őket? Az politikusok értékrend. Szeretnének lenni, vagy szeretnének változást? Mindenféleképpen változást akarnak, és mindenféleképpen, hát ugye egy munkás ember, aki megéli azt, hogy milyen az ő sorsa, és dolgozik benne a szolidaritásnak a gőze, az óhatatlanul előbb-utóbb mozgalmi terepre megy. Mert a munkásmozgalomnak ez volt tulajdonképpen a lényege. Az, hogy a munkásmozgalmat ki és hogyan és miként verte szét, ez is egy jó történet. Magát, önmagát például munkásembernek tartja, hogy ha jól tudom, akkor közgazdászként végzett, úgy dolgozott. Így van. Én munkásembernek tartok nagyon sok mindenkit. A lényeg az is, hogy elkerüljem a dolgot. Kicsit tudatosan is, de nem kellett ez olyan nagyon nagy tudatosság. Én nekem nincs vállalkozásom, nekem nincsenek részvényeim, meg az összes ilyen kapitalisztikus... Akkor vagy közgazdász volt, vagy politikus, és akkor ezekből élt. Én közgazdászként végeztem, és világéletemben abból éltem, hogy dolgoztam. Tehát ilyen életemben munkás emberek tartom magamat, kétségtelen gyönyörű munkahelyeim voltak, nagyszerű munkáim voltak, boldog ember vagyok, De a mi jelöltjeink között van cukrász, van kertész, van katona, vagy volt katona, van reklámszakember, van rockstar. Na, ki a rockstar? Pál Éva. Nem tudom. Pál Éva Neoton legendás énekes. Őt Csepeli jelöltünk, hogy ne? Aztán. Bizonyám. Most csak tanítónő, az alelnökünk Kálai Szilvia tanítónő, az elnökünk Huszti André ápolónő. Tehát azért ezek olyan történetek, ami óhatatlan mutatja, hogy mi személyünkben is azok vagyunk, akiket képviselni akarunk. Tehát nálunk egy milliárdos sincsen, és nem is lesz. És nem is fogjuk elfogadni semmelyik milliárdosnak semmilyen támogatását. Mondjuk bekerül az iszom a parlamentbe, és önök lennének a mérleg nyelve. Önökön Igen. múlna, hogy NER vagy összeellenzék. Igen. Akkor mi lenne? Kérem szépen, ezt én nem fogom tudni jelenleg megmondani, és nem is akarom megmondani, mégpedig azért, mert nem tudom. Ezt még ki kell érlelni, mert azért elmondom, hogy mi van az egyik-másik serpenyőben. Mi azt mondjuk, hogy az igen szolidaritás Magyarországért mozgalomra, vagy az iszomra, vagy Szanyi párt, vagy bármi, senki mit mond nekünk, mi végtelen eltökéltek vagyunk a szociális válság leküzdésében. Erre alapítottuk a Kádár János tervet, aminek az alaplépései a 250 000 forintos nettó minimálbér, állami alkalmazásban 350 000 forintos nettó minimálbér, az 50 000 forintos családi pótlék, és ezen felül pedig a 150 000 forintos legkisebb nyugdíj.
Ez az első lépés. Erre majd még jön az állami bérlakás építéstől kezdve 1001 tartalmat. De akkor ezek azok, amit meg lehet azonnal ezek csinálni. A fundamentumok. Azt mondjuk, hogy hölgyeim és uraim, ki az, aki ezt bevállalja? Ha senki nem vállalja be, akkor senkivel nem lépünk semmilyen együttműködésre, amelyik bevállalja, és a lehető legjobb feltételeken. Ha mind a kettő bevállalja. Akkor megnézzük, hogy a feltételek. Akkor szemháború, hogy aki 400 ezeret is megad. Az... Koalícióra valószínűleg senkivel nem fogunk lépni, de külső támogatást adhatunk. Ez a, egyébként hogy érzi, hogy most a NER, vagy a összeellenzék ígér szociálisan jobb csomagot választok? Egyértelműen a NER. Egyértelműen a NER, és ez nekem nagy fájdalom. És ezt számtalanszor elmondtam, és most mindjárt begurulok, mert szétmegy a fejem attól, hogy egy magát ellenzéknek, mi több, még azt is eltűrik, hogy baloldali ellenzéknek nevezzék őket, teljesen érdemtelenül, tized annyit nem mondanak szociális értelemben, mint amit a NER. A NER hazudik. Félreértés ne essék. Mert itt van ez a 80 ezer forintos nyugdíjemelés. Ez egyébként a választások szempontjából is egy, azt kell mondjam, hogy brutálisan jól kigondolt történet. Még annak ellenére is, hogy nem ezzel hencegnek, mert migránsoznak, meg nem tudom, mit beszélnek. De lényeg az, hogy ezt a 80 ezer forintot úgy kapta meg az átlag nyugdíjas, hogy az évelejétől számítottan az infláció ezt már föl is zabálta. Magyarul ott se tart, mint ahol az évelején tartott volna. De akkor is, ezek olyan lépések, és még beígérve a 13. 10, mit tudom én, milyen nyugdíjemelések, adóvisszatérítés, meg innen, és az adóvisszatérítés, a csok, egy végtelen nagy hazugság az egész csok. Az a hazugság. Hát annyival emelkednek az építőanyagárak, meg a minden. Többen. Ráadásul a csokot ugye arra találták ki, hogy népszaporulat, ehhez képest lényegében csak már meglévő gyerekekre veszik föl. Hát arra meg ott a babaváró támogatás. Oké. Én ezt mind értem, de gyakorlatilag alkalmatlan a csok arra, amire kitalálták. Mi több, a csoknak a betolása ilyen akciószerűen úgy megdobta a lakásárakat, hogy tulajdonképpen drágább fajlagosan, mint a csok előtt volt az egész történet. Tehát a Fidesz tele van hazugsággal, de legalább van valamilyen szociális programja, amit legalább oda tud hazudni az embereknek. A neve sincs koalíciónak, nulla. Semmi. Hát hogy lehet ilyen baromságot mondani, amit ez a félnótás MZP mondott, hogy a rezsicsökkentés az egy értelmetlen dolog. Akkor például a rezsicsökkentést megtartanak? Hát nyilván megtartanánk, de azért tartanánk meg, mert a rezsicsökkentés egyébként eredendően nem volt rezsicsökkentés. Akkor 2011 és 13-14 között körülbelül kétszer annyit fizetett a magyar lakosság, mint amennyi volt a világpiaci ár. Csak ugye a világpiaci ár most fölment, most már a magyar árak fölé ment, most már éppen helyenként meg kétszer-háromszor annyiba kerül a gáz, mint itt. Tehát gyakorlatilag a stabilitás szempontjából van értelme a rezsicsökkentésnek. A hatósági árnak. És ez nem rezsicsökkentés, ez rezsibefagyasztás, maradjunk ennyiben. Hatósági árnak. De a hatósági árat rengeteg alapvető élelmiszerre is kiterjesztenénk, hogy lehessen kapni 360-as kenyeret. Lehet egyébként csak nem 360, hanem 360. De a lényeg az a történetnek, hogy nekünk egyáltalán nincs ellenünkre ez a bizonyos árstabilitás, már csak azért is, mert amúgy egyébként az áraknak az ingadozása az belemegy a fogyasztói kosárba, aminek utána az a milliárdos, aki otthon kifizeti a relatíve olcsó villanyszámláját, az bemegy a gyárába, és az ötszörösét fizeti a gyár működéshez, amit majd az áraiban fog érvényesíteni. Tehát magyarul én abszolút persze energiatakarékosság, panelprogram, ez mind kell, de nem a jelenlegi rezsistabilitás helyett, hanem amellett. És ezek azok a dolgok, amire azt mondom, hogy így nem lehet neki rontani a világnak, és egyébként nem is csodálom, én nekem szent meggyőződésem, hogy a MZP-t le fogják szedni a porondról. Tehát nem éri meg a kampány végét? Én azt hiszem, hogy nem éri meg. És akkor lehet, hogy jön Gattyán György. Szerintem a Gattyán van kiszemelve. Igen? Célra. Miniszterelnök jelölt? Én azt gondolom, igen. Ez csak egy olyan, még talán fogadni is mernék rá, de azért nem olyan biztos ez a, nem olyan biztos, tehát meg tudom érvelni, hogy miért, de az érveim azért nem feltétlenül állnak ma még olyan jó szinten. Én azt gondolom, hogy ismerve a szereplőket, akik még úgy emögött az egész neve sincs koalíció mögött vannak. Az tényleg Gyurcsány?
az a szereplő, akik a neve nincs koalíció mögött van. Gyakorlatilag én nem Gyurcsányt, én SZDSZ-t mondanék az elnök. Ez SZDSZ-es holdudvar? Gyakorlatilag igen, a elnök. De Huszti Kunce Gábor vagy? Huszti Andrea szokta mondani, hogy ami itt folyik neve sincs ellenzéki koalíció néven, ez egy SZDSZ 2.0. És de az, kik ott az erős emberek? Ezek soha nem voltak úgy erős emberek, akikről azt úgy lehetett volna tudni. Csak ugye a másodlagos információ piacon, tudjuk, hogy ki melyik holdudvarba hova húz, gyakorlatilag szellemiségében is, és személyi képviseletében is, ez bizony tényleg az SZDSZ 2.0, hát hogyha valaki le akarja őket gyurcsányozni, ám tegyen, de Gyurcsány Ferenc maga is SZDSZ 2.0, tehát itt azért nincs neki akkora befolyása, mint amennyit tulajdonítanak neki, nagy befolyása van, de nem akkora, mint amekkora tulajdonítanak neki. Itt tulajdonképpen annak a liberális, el-SZDSZ-esedett liberális értelmiségi holdudvar az, amelyik itt ezeket a dolgot kitermeli. Na végezetül egy utolsó kérdés, Kádár János terv. A Kádár érában, ugye most itt vagyunk a Hídgyülekezete rádiójában, a Kádár érában a Hídgyülekezete például illegális egyházként volt kénytelen működni, üldözte az akkori hatalom. Ha az iszon bármikor kormányra kerül, akkor egyházügyi kérdésekben van-e bármilyen tervük, változtatásra, vagy mi a tervük az egyház? Hát egy kicsit szabadabbra vennénk ezt a figurát, tehát mi azért azt is láttuk, hogy a Hídgyülekezete mit szenvedett, mire Csiki-Csukiban most éppen úgy azt hiszem 14-ként befért a elismert egyházak közé. Mi azért azt nem szeretjük, hogy itt valami hatóság elismeri az egyházakat. Szóval nekünk ez úgy van, hogy mi ezt sokkal szabadabban értelmeznénk, tehát lényegesen több egyház lenne a mi politikánk szerint, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugyanakkor azt biztosan nem csinálnánk, hogy privilegizálnánk bizonyos egyházakat. Tehát az, hogy az iskola rendszert azt szinte kiprivatizálták a katolikus egyháznak, ez számunkra vállalhatatlan. Sőt, hát olyannyira, hogy most megint szlogenszerűen van egy olyan mondatunk, hogy ki a papokkal az iskolákból. Ami nem ennyire durva, mint amilyen durván hangzik, de mi azt mondjuk, hogy a baloldal nem engedheti meg magának, hogy az a közoktatást privatizálják. Nem. Én értem, hogy mert jöttek nekem is, hogy hát a magyar Nobel-díjasok mind egyházi iskolákba jártak, és hát nem volt más, már bocsánat, a vízzel ócskavacak népiskolákon kívül. Na de az, hogy egy magas minőségű állami közoktatás legyen, csak most mondtam, amihez aztán, hogyha valaki hozzá tud tenni, akár az egyházak is, hurrá, annál jobb. De ezt nem lehet kiprivatizálni, és nem lehet az egyházaknak oda. A közoktatásról beszélek. A felsőoktatás az egy külön történet. Tehát magyarul a NER-hez képest egészen biztosan sokkal szabadabb módon közelítjük meg az egyházaknak a kérdését. A másik pedig az, hogy a kádári időkben azért az, hogy milyenek voltak az egyházaknak a helyzete, ez nem Kádár Jánoson múlott. Ezt azért nagyon erősen tudni kell. Hát itt a szovjetek nem tűrtek meg semmi ilyesmit. Ezzel együtt azt hiszem Kádár János volt az első béketáborbeli politikus, aki az akkori pápával találkozott. És azért ezek meg a Kádár János idején születtek meg az első egyezmények. Oké, ez csak egyes, az én ezt... Azért nekünk nem hiányzik ez a korszak egyházi szempontból semmiképp. De hogyha már akkor mutatkozott egy nyitás, annak dacára, hogy egyébként szovjet oldalra meg ütötték, vágták a magyar vezetést, hogy hát milyen engedékenység van. Ezért például Németh Sándor, aki ugye a Hídgyülekezete vezető lelkésze, úgynevezett F-dossziét kapott, amit azok kaptak, akik Kádár János közvetlen hatalmára jelentettek veszélyt, és ez az F-dosszié azért neki is, és a közösségének is nagyon komoly hátrányokat okoztak abban az időszakban. Én ezt nem vitatom, egyáltalán nem vitatom, és egy percig nem állítom azt, hogy itt valami ideális helyzet lett volna a Kádár időkben egyházügyileg. Én csak azt mondom, hogy Kádár János e tekintetben is messze-messze többet teljesített pozitív értelemben, mint amennyit a világpolitikai realitások egyébként számára kijelöltek. Tehát ő azért nem jó kedvében csinált sok mindent. Ő mondok egy anekdotát, és akkor ez talán úgy jó lesz. Egyszer Brezsnyev, de ez úgy anekdot, hogy tényleg igaz. Brezsnyev eljött Magyarországra, és az egyik program, vagy a megbeszélések egyik pontja volt, hogy a szovjet elvtársak egy attakot akartak csinálni, a háztáji, meg a mezőgazdaság. Ugye a háztáji az ilyen maszek világként élték meg a szovjetek.
És szó szerint a Brezsnyev letolta a Kádár Jánost, hogy ez megengedhetetlen, itt vissza kell kolhozosítani, itt nem lehet háztálni, meg így, meg úgy, meg amúgy. És addig veszekedtek, meg vitatkoztak, amíg egyszer csak ő Brezsnyev így költői módon megkérdezte, hogy oké, Kádár Eftes, de mondja meg, hogy miért van szükség a magángazdaságokra a termelőszövetkezetek mellett a vidéken. És Kádár Jánost egy nagyon frappás mondat mondott. Azért Brezsnyev Eftes, mert a munkásosztály enni akar. Hát akkor ez a mai végszó. Szanyi Tibor, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen.